Napközben még üresek a szalonnasütő helyek a bújtosító partján, a jó idő beköszöntével és a koronavírus miatti szabályozások enyhítésével azonban egyre többen tartanak itt szívesen baráti összejöveteleket. A Nyírvévő üzemeltetésében több tucatnyi szalonnasütő van, melyek a városban szerte a pihenőhelyeken, bújtoson, a Verdei tornapálya környékén vannak elhelyezve. Természetesen ezek most a veszélyhelyzet kihirdetése óta le lettek zárva, pontosan megakadályozva így a vírus fokozottabb terjedését. Egyeztetést folytattunk az operatív csoporttal, ahogy az országos enyhítések hétfőtől hatályba helyeződnek, úgy Nyíregyházán is a szalonosütők helye környékének a használata is lehetségesé válik. Magyarországon évente több mint 20 ezer erdőtűz keletkezik. Szemben más kontinensekkel, hazánkban az ilyen jellegű tüzek 99%-a emberi mulasztás, főleg gondatlanság miatt keletkezik. Fontos tehát az alapvető tűzgyújtási szabályok ismerete és betartása. Ezen biztonsági és természetvédelmi okokból viszont a nyíregyházi szalonnasütők is csak a Nyírvévé Kft.-től előzetesen kért területfoglalási engedély alapján használhatóak. Erre 2016-ban adták ki a hivatalos rendeletet. Ez azt jelenti, hogyha valaki egy ilyen szalonnasütőt szeretne használni, ami a város közterületén van, be kell, hogy nyújtsa a kérelmét a közterület fenntartó irodához, és a közterület fenntartó iroda adja ki az engedélyt, és ütemezi, hogy ki mikor használhat szalonnasütőket. Egy e-mailt kell küldeni a cégünknek a városüzemeltetés@www.hu-ra, és természetesen elérhetőség megjelölésével egy kérelmet kell küldeni, és erre a kollégák válaszolnak. Azért mondom, hogy egyeztetni kell, mert elképzelhető, hogy azt az időpontot, amit már én beírtam és igényelnék, azt esetleg foglalt, ezért történik meg az egyeztetés, hogyha foglalt az időpont, akkor esetleg melyik másik időpont felelne meg. Az erdei tornapálya látogatottsága az elmúlt években jelentősen megnövekedett, különösen a hétvégéig forgalmasak. Nagyobb létszámú rendezvények megtartására is egyre nagyobb az igény, ezekhez a Nyírvévének biztosítania kell a takarítást, a mellékhelyiségek használatát, a tűzifát, a sorompó igény szerinti nyitását, vagy adott esetben az áramot is. A tűzrakó helyek foglalását egy héttel korábban érdemes kezdeményezni, ennek anyagi vonzata nincs.